Én a magam részéről bármikor lefutok egy kemény hegyi maratont, ám ha ezt az edzést kellene végigcsinálnom, akkor sikítva elszaladnék. Na igen, a kettelésből űzött testmozgás és az élsport között hatalmas a különbség. Azok a srácok, akik most az edzőteremben izzadnak, a kerületi kézilabda csapat játékosai. A player játékosait a sport szerető lakosok nyilván ismerik, de most sok új nevet kell megjegyeznünk. Ez a csapat már nem az a csapat, hanem egy teljesen új. Sőt, a neve is megváltozott. A player idén kimagaslóan jól teljesített az NB1-ben, és a Magyar Kupa 4-es döntőjében is remekeltek, ezüstérmet szereztek. Nem sokkal a bajnokság után a kerület vezetése sajtótájékoztatón jelentette be. A player egyesül a Fradival, pontosabban fogalmazva a Cseledi FTC-vel. Hogy legyen egy erős budapesti csapat, mi most megtettük az első lépést, hogy összefogott a két kézilabda csapat, és egyesítjük gazdasági erőnket, valamint játékos állományunkat. Akkor még nem volt biztos a csapat neve, mostanra viszont kiderült, FTC Flair Cseledi. A srácok, ahogy látják, keményen készülnek a következő szezonra. Zsiga Gyula, a magyar kézilabda egyik top kategóriás edzője elmondta, a cél egy csúcskategóriás csapat létrehozása volt, ám a viszonyok finoman szólva megváltoztak. Május óta az FTC-nél komoly változások zajlottak le, és ez azt jelenti, a tervezetnél kevesebb pénz jut az új kézilabda csapatra. Jelen esetben én ugye nem csámcsoghattam és válogathattam jobbnál jobb játékosok közül. Gyakorlatilag az idő rövidsége is, és a fúzió kialakulásának a végső stádiuma is egy kicsit elhúzódott, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a jobbnál jobb játékosok adott esetben, akikből csemegészhetnének az edzők, hogy na majd most egy világverő csapatot összehozunk, azok beelkeltek. Azok a játékosok, akik gyakorlatilag maradtak, azok egyrészt azért maradt, mert nem tudtak máshova elmenni, harmadrészt pedig azért, mert kivártak, hogy mi is lesz valójában itt. Köszönöm szépen nekik, hogy gyakorlatilag ezt a lehetőséget megadták nekem, hogy együtt dolgoztatok velük. El kell mondanom, hogy nagyon motiváltak. Nagyon nehéz összerakni egy csapatot. Már csak azért is, mert mindenki, ahonnan érkezik, más-más kultúrából jön. Szakmai kultúrából, emberi kultúrából. Nem csak azért nehéz egy csapatsportágban összerakni a csapatot egységessé, hogy szakmailag ez egy ütőképes csapat legyen, hanem emberileg is össze kell őket rakni, hiszen nap mint nap együtt dolgoznak, együtt kelnek, fekszenek, együtt gondolkodnak. A srácok egy része a teremben gyúr, a többiek pedig szaknyelven szólva kardióznak. A friss összetételű csapat most szokik össze. Nagyon sok ember ismert a merényben, két csapat volt, tehát nem volt mindenki a másik számára teljesen új. Inkább azok az emberek voltak újak és nehéz a beépítés, akik tényleg teljesen más csapatba jöttek, és esetleg nem is Magyarországon játszottak. De úgy érzem, hogy ez a lassan most már közel 6-7 közös munka, és elég sok edzés, és szenvedés, és edzőmeccs, ez azért az lassan-lassan összehozza a társaságot, és mindenki megtalálja a másikkal közös hangot a pályán, és a pályán kívül is. Augusztusban néhány meccset játszottak, ezen az internetről letöltött videón éppen a Mezőkövesdet páholják el. Az edző a lehető legtöbbet szeretné kihozni a srácokból. Bízom benne, hogy azok a célok, amik akkor adott esetben napvilágot láttak a sajtótájékoztató alkalmával, azok meg fognak valósulni, ha nem is idén, de esetleg két év múlva. Az FTC Player Cseledi ősszel sokat játszik majd a kerületben, legközelebb szeptember 4-én játszanak a Tatával, itt a sportkastélyban. Pesztent Lőrinc önkormányzat gyakorlatilag a többségi tulajdonos, ezért a bázis helyünk Lőrinc, és az edzéseket is gyakorlatilag kerületben végezzük, mint ahogy most ezt a felvételt ugye készítjük a Nemes Fitnessben, ahol nagyon kedvesek és nagyon jó körülmények között készülhet a csapat. A Lőrinci Sportcsarnok, ami az edzés munkának a fő bázishelye, és a sportkastély lesz a versenybázisunk, tehát ahol a hazai mérkőzéseket játszunk. Az erőnléti edzés véget ért, a srácok kicsit pihennek, aztán délután irány a labdás edzés.